Köszönöm szépen a meghívást, és nem tudom, hogy lehet-e hallani engem, mert általában szokott. Mikrofont nem szokott kellene, nagyobb teremben sem. A költészet napja közeleg, és itt a meghívóban van egy másik cím szerepel. Nem én kiálltak a földbűbörök, majd a végén meg fogjuk érteni, hogy miért jó az a cím is. Egy kicsit próbálom oldani a témát azzal, hogy egy ilyen dallamos címet adtam az előadásnak. Nem fogok énekelni egyébként. Már lehet, hogy jobban járnának, ha énekelnék inkább, és nem ilyen dolgokról beszélnék. És hát a globális fenntarthatóságról szeretnék beszélni, és hát olyan dolgokat mondani, elmondani, amelyeket hát így nagyon nehéz egyben a médiában felelni. Egy picit ki is fogom figurázni a médiát, de hát meg fogják látni, hogy mit mondanak, mit lehet olvasni a fenntarthatóságról a sajtóban, és mi a valóság, és a kettő előre bocsátom, köszönő viszonyban nincs egymással. De ezt nyilván most már mindenki érzi, egyre többen érzik, és egyre több vagy kevesebben vannak azok, akik ezeket a médiában olvasható dolgokat fenntartás nélkül elhiszik. De szerintem akik itt eljönnek és végigbírják, azok egész biztos, hogy utána egész másképp fognak nézni, vagy azokra a tudósításokra, amelyek ugye tudományos eredményekről és a fenntarthatóságról szólnak. Ugye a hátteremről csak annyit, hogy én levegőkémikus vagyok, légkörkutató, 35 éve foglalkozom ezzel a disziplinával, és a fenntarthatóság iránti érdeklődésem az az éghajlatváltozás, globális éghajlatváltozás kutatásából és ezzel kapcsolatban származik, és ez egy 10 éve foglalkozom egy kicsit kiterjesztettebben fenntarthatósági kérdésekkel. A Tudományos Akadémia levező tagja vagyok, illetve hát most jelenleg még 74 napig a Pannon Egyetem rektora, és utána szabad ember. De természetesen ezt a fajta tevékenységemet, kutatásaimat és hát a fenntarthatósággal való foglalatoskodásomat azt nem fogom abbahagyni. Vágjunk is bele mindjárt az előadásba, és nézzük meg azt, hogy mit tud kezdeni a világ a fennálló problémákkal, és itt most politikát tegyük félre, tehát politika nem lesz egyáltalán. Tehát a környezeti problémákról fogok beszélni, és mindig globálisan kell a mondandómat érteni, tehát nehogy valaki itt ilyen helyi áthallás, meg magyarországi áthallás legyen, mert nincsen benne. Ugye a globális problémák, azokból van elég sok, a környezeti problémák tekintetében is, és hát ezekkel az emberiség nem nagyon bajuk, de őszintén nem nagyon tud mit kezdeni. Se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk ezeket a problémákat, megoldani még kevésbé. Holott, hát viszonylag egyszerű recept lenne arra, hogy hogyan lehetne a problémákat kezelni, ugye, hát leginkább a tudomány kéne segítségül hívni, és a tudomány segítségével meg kéne ismerni, hogy ez miért jött létre az a probléma, mit okoz, mik az okai következménye, és milyen megoldási lehetőségek vannak, és aztán valamit ezek közül választani. Nagyon fontos lenne, hogy végig a valóságban kellene maradni, tehát sose rugaszkodjunk el a valóságtól, a tudomány egyébként az ebben jó, tehát ő nem nagyon szárnyal a fantáziával, és ezért a valóságban kell a megoldást is megtalálni. Na most a politika, meg hát sajnos az emberek többsége, az nem szereti a valóságot, nem barátja a valóság, hanem szeret magának egy ilyen világot építeni, egy alternatív valóságot nevezik egyébként, ezt Donald Trumptól hallottam ezt a kifejezést először, nyilván annak megfelelő a színvonala is, és ennek értelmét senki ne keresse, tehát ennek értelme nincs. Az alternatív valóság olyan nincs. Hát valóság az csak egy van. Az alternatív valóság lánykori nevén a tündér mesék birodalma, ahol minden megtörténhet. Tehát ahol nem érvényesek a természet törvényei, semmiféle szabály, társadalom törvényei se, hanem bármit meg lehet csinálni. Tehát itt szeretnek a politikusok lubickolni, és itt szeretnek ellenségeket kreálni, legyőzni, bármilyen problémát megoldani egy huszárvágással, itt érzik magukat elemükben. Egy baj van, hogy ez nem a valóság, tehát ezek a nagy mondások, kommunikációs trükkök a valóságban nem szoktak működni. Na most ebben a térben, ami egyébként a valósághoz képest hatalmas, hiszen nem korlátozzák a természeti törvények, tehát itt bármit el lehet képzelni, tényleg mint a mesevilágban. Itt az eredeti problémával nem tudnak mit kezdeni, ugyanis ezek a problémák roppant komplexek és bonyolultak, és nem oldhatók meg egyetlen huszárvágással, nem véletlenül problémák. Ha megoldhatók lennének, akkor nyilván
megoldanák, aztán tovább lépnénk, de ezt nem lehet megtenni. És ezért ezekből a problémákból egy úgynevezett egybites üzenetet kell faragni. Ez az egybites üzenet, ez körülbelül egy óriás plakát az A4, maximum két szó, meg egy infografika. Az infografika is egy ilyen fölfele mutató nyíl, vagy valami hasonló, tehát valami nagyon egyszerű, ilyen szembemászó üzenet, amit az emberek többsége megtalál. Tehát ezt csinálják a problémából, lebutítják a problémát, mondhatjuk, és utána ezt az a nagyobb baj, hogy ezt tekintik problémának, tehát hogy onnantól kezdve ezt kell megoldani, ami az üzenet, hát nem, ugye nincs köszönő viszony a valósággal, de nem zavar senki. Na most ezzel a problémával is csak akkor tudnak mit kezdeni, hogyha találnak olyan szereplőket, akik ebben valami üzletet látnak. És hogyha ez a házasság létrejön, tehát ott a probléma lebutítva, és van valaki, akinek ez az érdeke, akkor a kettőből egy nagyon jó látszat megoldást lehet fabrikálni, amit a kommunikációs térben remekül el lehet adni. Egy baj van vele, hogy a valósághoz ehhez semmi köze nincs, és nem is működik, viszont egy jó nagy üzletet lehet ebből az egészből csinálni. Na, így működik a világ. Főleg az internet korszak óta, ahol aztán lehet a kommunikációt csúcsra járatni, meg lehet a hülyeséget is ugye terjeszteni. Ez az alternatív valóságnak egy paradicsom. Tehát az interneten terjedő, a közösségi médiában terjedő okosságok, meg a kommunikációs panelek, ezek ennek a abszolút a meleg árja, hogy ilyen alternatív valóság terjedjen. És mondom, nem összeesküvés elméletekről beszélek, hanem tudatos, ha úgy tetszik, manipulációról, tehát hogy definiálunk valamit, és utána ezt megpróbáljuk eladni. De forduljunk rá a valós problémákra. Ugye a fenntarthatóság ennek mi a kulcs problémája? Az, hogy a modern civilizációnk az betegesen energiafüggő. Tehát nekünk folyamatosan energia kell, méghozzá nem is kevés. Hiszen minden, ami körülvesz bennünket, az gyakorlatilag szinte az év minden napján és szinte minden órában percben kell, hogy kapjon energiát, ami ezt fent tudja tartani. Tehát a civilizáció az energia függő, a legjobb erről meggyőződni akkor, hogy három szünet van, valamiért. És akkor szaladjál mindenki, mint pók a falon, keresi a gyertyát, meg nem tudom miért, tojást nem tud megfőzni a hipermodern háztartásba, tehát magyarul energia nélkül a civilizációnak nagyjából pár órán belül annyi, nem is beszél arra, hogy pénzünk sincs, mert a kártyát mutogathatjuk, a bankkártyát, hogy akkor felmutatjuk a boltba, és akkor adnak rá valamit, vagy nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag működésképpen a civilizáció energia nélkül. Most az energia alapját jelenleg a fosszilis energiahordozók szolgáltatták, az egész 20. századnak a civilizációs fejlődése, az a fosszilis energiahordozókra, szénre, olajra, földgázra épült, ezek közül a legkritikusabb energiahordozó a kőolaj, mert azt a mobilitást, ami a globalizációnak az alapja, a kereskedelem, a mindenféle ellátási láncot mozgat, az olaj nélkül nem lenne lehetséges. Tehát a kőszén meg a gáz is fontos, de igazán az olaj, úgy mondjuk az olaj a civilizáció hemoglobinja. Tehát ami szállítja a dolgokat, tehát olaj nélkül semmi. Na most hogy állunk az olajjal? Ugye ezzel kapcsolatban már azért voltak korábban jelzések, hogy azok nem megújuló véges energia források, és hogy előbb-utóbb ezek el fognak. Most én nem vállalkoznék jóslásra, egyetlen ábrát mutatok, ez a világ olajkészletei a felfedezés évében, tehát itt van 920-tól, tehát 100 évben, ha egy adott évben felfedeztek valahol egy olajkészletet, akkor azt föltüntették ezen a grafikonon, tehát nyilván itt a nagy felfedezések a század közepe környékén voltak, ahol is hát nagy lelőhelyeket, olajlelőhelyeket fedeztek fel, és a készleteket, a becsült készleteket feltüntették ezen a grafikon. Ez a pontsor, amit itt látunk folyamatosan növekedni, ez a világ éves olaj felhasználása, tehát amit a világ egy év alatt olajból, kőolajból felhasznál, az egy folyamatosan növekvő mennyiség. A két görbe itt látszik, olyan 80 környékén elvált egymástól, mert addig
80 előtt minden évben akármennyi olajat használtak fel, de minden évben sokkal több új készletet fedeztek, tehát tehát látszólag nyugodtan lehetett használni az olajat, meg felhasználni, mert hát mindig fedeztek fel új készleteket. 80 óta viszont ez a helyzet megfordul, és a felhasznált olaj mennyiségéhez képest az adott évben a világban bárhol, tehát ez nem egy ország, nem Amerika, vagy nem Oroszország, vagy Közel-Kelet, bárhol a világban már sokkal kevesebb új készletet fedeznek fel. Tehát van egy hiány a felhasznált olaj mennyiségéhez képest a felfedezett új készlet, amit később majd ki lehet termelni, annak a mennyisége folyamatosan csökken. Most körülbelül az ötöde. Minden évben ötöd annyi készletet fedeznek fel, mint amennyi olajat abban az évben használnak. Na most, ha ezt odaadnánk gyerekeknek, kirakos játéknak ezt az ábrát, hogy vágják ki ezeket a diagramokat és rakosgassák meg ide alá, akkor azt azért úgy el tudjuk képzelni, hogy ez azért, ezek a plusz diagram részletek, ezek igen hamar elfogynának. Tehát nagyjából egy két évtized múlva az olaj nagyon komoly problémák lesz. Nagy valószínűséggel hamarabb, de az olaj úgymond ki fog menni alulunk, legalábbis abban a mennyiségben, amit a globálisan nőtt 8 milliárd vagy 9 milliárd ember és a fogyasztói társadalom folyamatosan igényel. Tehát az olaj a lényis úgy baj. Erről nem nagyon beszélünk. Ki az, aki erről hallott? Hogy igen, itt van egy úriember, meg ott hátul, tehát ezt azért nem szokás a címlapra nagyon gyakran kipakolni, hogy hát bizony az olaja előbb-utóbb nem bocsátkozik senki jóslatokba, hogy most akkor óra, perc, meg ilyesmi, de hogy ezzel előbb-utóbb probléma lesz, és nem csak pénzügyi, meg geopolitikai probléma, hanem fizikai probléma, egyszerűen nem lesz, nem áll lehetős. Na mi az, amit inkább választottunk témaként helyette a fenntarthatóság szempontjából? Hát sokkal szimpatikusabb egy egyvites üzenetet faragni az éghajlatváltozásból, ami egyébként itt van velünk, tehát ez egy valós probléma. Köze is van a fosszilis energiahordozók felhasználásához, ezt ugye látjuk, tudjuk. És hát ez azért sokkal szimpatikusabb azért a klímaváltozás ellen harcolni, meg hadakozni, mint mondjuk a mi kezdjünk azzal, hogy kimegy alulunk az olaj, ez nem egy pozitív üzenet. Ezzel azért ezzel lehet harcot hirdetni a klímaváltozás ellen. De hát ő szépen megfaragta a világ a maga a kis egyvites üzenetét a klímaváltozásból, ami úgy szól, hogy a szén-dioxid légköri koncentrációja ugye növekszik az égés, a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt. Látjuk itt a növekedést, hasonló görbét látunk a energia, vagyis a globális átlaghőmérsékletnek a növekedését, és a két görbének a hasonlóságából levonjuk azt a pofon egyszerű következtetést, hogy a szén-dioxid okozza a globális felmelegedést, és ezt meg is fordítjuk, tehát ha meg akarjuk állítani a globális felmelegedést, akkor a szén-dioxid koncentráció növekedését kell megakadályozni. Tök jól hangzik. És az alkalmi valóság terében ez működőképes is. És hát ebből adódik az a fajta célkitűzés, amit ugye az Európai Unió, amiben az Európai Unió élen jár, de amit a világ is magáévá tett, nevezetesen, hogy zöld átállást kell megvalósítani egy-két évtizeden, tehát 20-30 éven belül, ugye ezek a célok vannak a kitűzve, és ennek a kulcs szava, vagy varázs szava, ennek az átállásnak, mert ilyenek is kell lenni, ami übemászó, ez a dekarbonizáció, ami magyarul különösen jól hangzik, mert a diákok mindig boldogok a OIO, CIO, ACIO ugye a folytatásból, és a dekarbonizáció is ugyanúgy végződik, tehát ez egy nagyon kellemes szó, nagyon jó a zászlóra tűzni, és ez a cél kitűzés, hogy akkor ezzel a világ összes problémáját, fenntarthatósági kérdését, ezzel az egyszerű mutatvánnyal megoldjuk. Hát igen, a mesék birodalmában megoldjuk. És hát ez abszolút illeszkedik a mesék narratívájába, ugye minden mesébe kell egy gonosz, meg egy jó, a filmek is így készülnek, amerikai filmek is. A gonosz az a fosszilis tüzelőanyag, és a jó meg a megújuló energiaforrás, és azt legyőzi a megújulóval, lecseréljük a fosszilist, és a világ összes problémája megoldódik, és mindenki boldogan él, mint benne. Na most hát ez nagyon szépen hangzik, túl szép, hogy igaz legyen, olyannyira, hogy nem is igaz.
De mint ilyen marketing üzenet, meg mint politikai cél, ez egy így nagyon könnyen érthető és könnyen kommunikálható, csak sajnos a valósághoz sok köze nincs. És hát ugye itt újra bemutatnám azt a könyvet, ami ugye ennek a magyar kiadását, ami ugye a 1972-ben a Római Klub jelentésén volt, hogy hát a véges földön végtelen növekedésnek előbb-utóbb valami nagyon csúnya dolog lesz a következmény, ezt mondták 1972-ben, nagyjából 2040-re modellezték, hogy itt ez körülbelül akkor lesz a vége. Hát jelentem, hogy nagyjából azon az úton vagyunk, de hát ez nem lett belőle bestseller ebből a könyvből. Tehát a Harry Potterből biztos sokkal több fogyott, mint ebből ez olyan nagyon az embereket azért nem ragadta meg. Tehát ez, erről nem szeretünk hallani, mi szeretünk hősök lenni, szeretjük megmenteni a világot, és ezt a dekarbonizációval tudjuk megtenni, politikusok szerint. Na és akkor most azt fogjuk csinálni, szörfözni fogunk, hogy nem alámerülünk az alkati valóságba, a sajtóba elolvassuk, tehát a médiában megnézzük, hogy mit írnak, hogy mit is ír, ahogy is hívják, tehát hogy mik a hírek és mik az állítások, és utána megnézzük, hogy a valóságban mi a helyzet, és hogy ez milyen viszonyban van a kettő egymás. Na tehát akkor az első ilyen nagy mondás ebben az alternatív valóság terében, ugye hát a hősi narratívából kiindul, hogy megállítjuk a klímaváltozást. Legyőzzük a klímát, a földet, vagy nem tudom micsodát, és ebben ugye itt minden szervezet kiveszi a részét a nagyobb mondásban, hogy még mindig meg lehet állni, vissza is lehet fordítani, hogy megállítani lehet, vissza lehet fordítani, és hát ugye ez súlykolják a hírek a közvélemény számára, és direkt olyan portálokat választottam, de nem ilyen bulvár, hanem ami úgymond a fősodorba tartozó folyók, vagy micsodák média felületek, ezek tehát nem bulvárból veszem ezeket a címlapokat, csak azért, hogy ez mindenhonnan ögnik rá. Tehát ez az első mondás. Egy baj van benne, ugye alternatív valóság terén, hát ennél egyszerűbb nincs. Dekarbonizálunk, klímaváltozás is megáll, köszönjük szépen, mindenki lehet haza, nincs itt látogató. A valóság az, hogy a természetnek erről elfelejtettünk szólni. Tehát a természet az nem tudja, hogy ilyen egyszerű a dolog. Hogy így meg, tehát hogy a széndioxidot kivesszük, és akkor klímaváltozás, meg akkor fogja magát, ezt megáll. Ugyanis ha a klímaváltozásnak a ténye, az ember által befolyásolt összetevőit nézzük, amivel az emberiség a klímára, globális klímára hatással van, akkor a széndioxid ezek közül csak az egyik ilyen szereplő, de emellett még van számos más, amely ugye a éghajlatra hatással van, hát itt teljesség igénye nélkül fel van sorolva néhány, és fel van meg ez a diagram, vagy ez az oszlop pedig azt mutatja, hogy a hatásnak a nagysága nagy hozzávetőlegesen mekkora. Ha valaki ezt veszi a fáradtságot, és ezeket összeadogatja, ezeket az oszlopokat, és viszonyítja a széndioxidhoz, akkor azt látjuk, hogy a széndioxiddal önmagában még nem tudunk megoldani semmit. Mert ha ki is vesszük a széndioxidot, attól még a többi itt marad, és ezeknek az együttes hatása nagyobb, mint a széndioxid. Tehát a széndioxid az csak 40%-ban felelős a éghajlat változásért, ha úgy tetszik a felmelegedésért, a többi, a többi alkotó és azoknak a együttesen teszik ki. Tehát a széndioxid kisebbségben marad, ha kivesszük a széndioxidot, attól még a többi ott marad. És a klímaváltozás egyáltalán nem fog megállni, tehát ez teljesen illúzió ezzel az egyszerű dekarbonizációval a klímaváltozásra bármit is kezdeni. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a természetben hatalmas önjáró rendszerek vannak, amiket a jelenlegi változások kedvezőtlen irányban befolyásolnak, például az állandóan fagyott olvadás odafönt északon, az folyamatos üvegházgáz forrás, körülbelül 500 millió tonna üvegházgáz megy ki minden évben a tundra felolvadó tundrából, amivel az ember az ég alatt a világon kezdeni, de senki nem tud, mert az nem egy ellenőrzött forrás. De a jég olvadását is mondhatom, amit szintén nem lehet emberi eszközökkel megállítani, tehát nem lehet kiékelni a gleccsereket, vagy madzaggal kihúzni, hogy ne csúszanak be a tengerbe. Ezek a folyamatok az embertől függetlenül, ráadásul öngerjesztő módon, tehát minél nagyobb a felmelegedés, annál
gyorsabbak ezek a folyamatok, sőt, ők maguk is rásegítenek ezekre, így működnek. Tehát a klímaváltozás egyáltalán nem fog megállni, nyugodtan lehet készülni arra, azokra a forgatókönyvekre, amelyek ugye hát további melegedést jósolnak, nem mint hogyha nem lenne egyébként ez is bőven elég, amit ugye tapasztalunk. Tehát ennyit a klímaváltozás megállításáról, ez egy totális illúzió, teljesen felesleges ezt kergesni. Itt a klímaváltozás nem fog megállni egyáltalán, és hát az emberekbe valami keveset tud tenni. Ugye ehhez kapcsolódik a második illúzió, ami a párizsi klíma megállapodáshoz, vagy klímaegyezménynek a kapcsán megjelenő ilyen média megjelenések mutatják ezt, hogy ilyen nagy szavakkal, hogy a Föld jövője dölt el a klímacsúcson, meg hogy egyezmény elfogadva, Föld megmentve, és hát látjuk, hogy a politikusok ennyire örülnek, hogy megmentették a Földet, mert hát tető alá hozták a klíma megállapodást, ami ugye persze ezzel sebből érzik. Ezek a cikkek egyébként 2015-ből származnak, akkor, amikor ez a párizsi klíma egy megállapodás megkötetett. Szerencsére azért a 2015 az már 8 éve volt, tehát van idő, vagy most már van lehetőségünk kasszát csinálni, hogy hát akkor mi a valóság, és egyáltalán mi lett ebből a párizsi klíma megállapodásból, és hogyan alakulnak ezek a dolgok, amit ott elhatároztak ilyen nagy egyetértésben és nagy boldogságban. Hát, nincsenek jó híreim. Ez az ábra, ez az éghajlatváltozási kormányközi testületnek a tavalyi jelentéséből, tavaszi jelentéséből származik, ez az ötödik ábra. Ezt mindenki letöltheti onnan, angol nyelven, de lehet, hogy magyarul is megvan, és ez azt mutatja, hogy a szén-dioxid kibocsátás, ekvivalens kibocsátás hogyan változott a 21. században, és a klíma megállapodás célkitűzéseinek megfelelően hogyan kellene dekarbonizálnunk, hogy hát a éghajlatváltozás megálljon. Most tegyük félre, hogy azt nem tudjuk megállítani, de mondjuk ettől most vonatkoztassunk el, tehát ezt a pályát kéne a szén-dioxid kibocsátásnak bejárnia, hogy az éghajlatváltozás meg tudjuk állítani másfél fokos felmelegedésen belül, ugye most ez van az ászlóra tűzve, másfél fok. Igaz, hogy már most mondjuk a másfél fokot, ez ne zavarja senki, de ez van az ászlón, és az ászló után kell menni egyébként. Na most ezzel az ábrában van egy apró szépség, ki van, amit avatott szemmel észre lehet venni, nevezetesen, hogy 2023-ban van a jelentés, erről több ezer média felület beszámolt magyar nyelven, több ezer hivatkozás van rá, hogy mi van kitűzve. Egy baj van vele, hogy a valóság, a fekete vonal az 2015-ben véget ért. Elfelejtették tovább húzni a valóságot, tehát a 23-ban jelent meg ez a jelentés, és benne ez az ábra, de a valóságot 15-ben avarták. Nem húzták tovább. Valószínűleg a fekete festék kifogyott a nyomtatóból, és a valóság nem ment tovább. Ugye csak az ment tovább, hogy mit kéne csinálni, ugye tehát csökkenteni a kibocsátást, és hát két évtizeden belül nullára, zéró, karbon nem is csinálni. Tehát ez a célkitűzés. Hát én azért rátettem a valóságot is, mert hát ugye ezek az adatok természetesen megvannak, és ez a piros négyzet mutatja azt, és hát mindenki el tudja képzelni így a valóságot. Tehát, hogy a kettő összekötve, itt ugye a Covid egy picit csinált vele egy kis kurflit, de gyakorlatilag itt azóta is növekszik töretlenül a szén-dioxid kibocsátás, bármilyen sikeres is volt a párizsi klíma egyezmény. Köszönjük szépen, a szén-dioxid kibocsátás az folyamatosan növekszik tovább, csak ezt nem szeretjük mutogatni, inkább egy kicsit kozmetikázunk az ábrán, vagy valamit, hogy ne zavarja meg itt az értő gondolkodást az, hogy a valóság adott esetben hol tart. Tehát még 2023-ban is a valóságot szépen lefelejtik az ábráról, és inkább ezeket a célokat, meg elképzeléseket mutatják. Ugyanebben az évben, tehát a tavalyi évben jelent meg az Energy Institute-nak a világ előző évi energiafelhasználásáról szóló statisztikai jelentése. Ez egy száraz dokumentum, 1952 óta minden évben kiadják, és az van benne, hogy az előző évben mennyi energiát fogyasztott a világ. De beleérti, milyen országonként, iparágonként, energiaforrásonként, minden
részletes statisztikai táblázatokat tartalmaz, de szigorúan tényeket az előző évi energia felhasználásról. 160 valahány oldalas, interneten szintén bárki által tölthető, és az előző évről, tehát 2022-ről számol be. Mi van benne? Na, ezt egyébként nem találják meg a médiában sem. Tehát, hogy ezt bármilyen cikk hivatkozta volna, hogy megjelent a jelentés, és ez vagy abban benne, erről nem ír senki. Erről az előző riportról ezer portál beszámolt, erről pontosan nulla. Tehát ezt nem tették ki a kirakatba, mert ez ugye nem álmokat tartalmaz. Mi van benne, hogyha figyelmesen elolvassuk? 2022-ben a fosszilis széndioxid kibocsátás 1%-kal növekedett az előző évhez képest. És minden rekordot megdöntött, tehát soha nem volt még ilyen magas, mint 2022-ben. Egyébként van már friss adat is, még ez a jelentés a tavalyi évre vonatkozóan nem jött ki, de előzetes adatok vannak, 1,1% az új növekedés, tehát újabb 1,1%, tehát ez már nem igaz, hogy rekordot megdöntött, mert a 2023-ban volt a rekord, de egy pár hónap múlva meg lesz a részletes jelentése. Hát ugye az európai országok azok földát állnak valamennyire, tehát mi magunk is egy picit reszelünk a kibocsátáson, valamit csökkentünk, de hát az ázsiai országok erre ezzel egyáltalán nem foglalkoznak, ugye ezek a fejlődő országok olyan növekedést produkálnak, olyan energiaégségük van, hogy minden ilyen törekvés lenulláznak, sőt felülírnak, tehát ennek a következménye a bruttó növekedés. És hát ez is benne van a jelentésben, hogy a fosszilis energiának a részaránya a világon tavaly felhasznált összes energiának 82,4%, tehát a energia nagy része az most is fosszilis energiaforrásokból számol. Na most ennek a fényében már meg lehet kérdezni magunktól, hogy akkor most itt mindenki hülye? Tehát akkor most mi ez a dekarbonizáció, ha itt tartunk? És egyáltalán meg lehet-e a dekarbonizációt csinálni a valóságban, nem az alternatív valóságban, ott persze meg a valóságban. Nézzük ehhez egy-két támpontot. Egy adott évben a felhasznált energiának a 97%-a, tehát a legnagyobb része, az arra megy el, hogy a meglevő infrastruktúrát működtessük. Tehát, hogy működjön a gazdaság, a társadalom, az egészségügyi ellátás, mondjuk, hogy nincs semmi. Oktatás, a közlekedés, a minden. A meglevő infrastruktúrával, nem a jövőben, hanem amivel ugye használni tudjuk, a gyárak, a meglevő energetikai infrastruktúrával, ez viszi el az energiának a nagyobb százalék. Na most, ha ezt a két számot megnézzük, hogy a energia nagy része az a meglevő infrastruktúrákkal használható fel, és azt megnézzük, hogy a meglevő energetikai infrastruktúránál a fosszilis energiahordozók szerepe 82%, hát akkor a két számot összeszorozva az jön, hogy olyan nagy mozgásterű nincs, tehát nem tudunk ilyen gyorsan dekarbonizálni, mert hát kötött pályán vagyunk, hát ugye azzal tudunk főzni, fűteni, világítani, ami van, és az csak kb. Évi 3%-os ütemben tudjuk úgymond lecserélni, tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy ilyen gyorsan dekarbonizálni. A megújulókat akkor termelnek nekünk energiát, egy napelem vagy egy szélturbin, akkor termel energiát, ha le van gyártva. Amíg nincs legyártva, addig pontosan semmi energiát nem tudunk belőle nyerni. A gyártás viszont csak azzal tud működni, ami most jelenleg gyártási kapacitásban energetikai infrastruktúrák vannak, tehát fosszilis alapú gyártási eljárásokkal tudjuk a megújulókat is gyártani előre, mielőtt ezek energiát termel. És hát itt van a legnagyobb probléma, hogy a világon felhasznált összes energiának a fele, ott egyáltalán nincs ipari léptékű karbonmentes alternatíva, tehát a nehéz iparra gondolunk, acél, cement, üveggyártás, műanyaggyártás, vagy műtrágyagyártás, műanyaggyártás is, a bányászat, a tengerhajózás, harcászat, repülés, itt nincs elektrifikált megoldás, egyáltalán. Ipari léptékben egyet sehol nem működik, itt felszoktam ajánlani a hallgatóságnak, ha valaki egyetlen példát tud mondani ipari léptékű alkalmazásokra ezekre a szektorokba, az kap tőlem egy Láda Dom Pérignon francia pezsgő. Eddig még senki nem jelentkezett ezért, mert senki nem tudott egy olyan légitársaságot mondani, aki elektromos repülőgépekkel
szeli át az óceánt, vagy olyan konténerszállító nagy multinacionális vállalatot, aki vitorlás konténerszállítókat üzemeltet. Ilyen egyáltalán nincs, de gyárakban sincs semmiféle karbonmentes. És ez az energiaellátás fele. Tehát ez a világ energiafelhasználása felénél ötlet sincs, hogy hogyan lehet dekarbonizálni. A dekarbonizáció egyedül a polgárokon van, hogy akkor vegyen elektromos autót, meg hőszivattyúra cserélje a gázkazánt. Ott van dekarbonizáció valamilyen ütemben, de a magának az energiafelhasználás felébe semmi nincs. Pontosan semmi. De azért mindenki stresszelve van, hogy mekkora a lábnyoma, és hogy mikor cserélje, nem tudom micsodát, tehát hogy és hogy tehát ilyen értelemben ez az egész csak az üzleti érdekeket szolgál, hogy a végpontokon, a fogyasztókat, amit lehet, ott azt cseréljük le, tehát ez az uniónak és ez a politika elektronika alkó. Az csak egy része, de hát a gyártási infrastruktúrában mikor lesz dekarbonizáció, ott el se kezdték. És ott nincs is előírva semmiféle határidő, ami az elektromos autókra Európában van. 2035, semmilyen határidő nincs ezekre a szektorokra. De hát aki olyan harckocsit tud mutatni, ami a töltőnél áll sorba a harctéren, aznak is jár a pezsgő. Mert ilyen sincs. És majd meg fogjuk látni, hogy miért nincs. Tehát ez óriási probléma, ez az alternatív valóságnak a része, dekarbonizálunk, de egyébként hát semmit nem csinálunk. Csak szavakban. Na, ilyenkor szokott az jönni, hogy oké, ez most így nem működik, tehát nem lehet így mondani, viszont hát már küszöbön a megoldás, mert már csak karnyújtásnyira vannak a különböző technológiák, amik az összes problémákat megoldják. És hát ugye mi aktuálisan Magyarországon az akkumulátor. Küszöbön az akkumulátor forradalom, és hát itt aztán röpködnek a forradalmi jelzők, gigantikus forradalom, áttörés, megoldja a problémákat, stb. Tehát, hogy ez a mainstream média, és hát ez minden Origótól elkezdve mindenféle HVG-t, nem tudom, micsodát, tehát, hogy itt a nagy mondások, azok elférnek a papíron, vagy a médiában, de nézzük, hogy a valóság. Jó, tehát forradalom zajlik a mi utcánkban. Jó, tehát akkumulátor forradalom, ugye ezt próbáljuk ízlelgetni ezt a szót, hogy mire gondolunk a forradalom. Nézzük a forradalom. Az akkumulátor nem új. Kezdjük ott, hogy az akkumulátor az nem új találmány. Az első akkumulátor savas ólomfóma akkumulátor volt, a mai napig használatban. Egyébként ezt egy francia fizikus alkotta meg 1859-ben. Tehát pontosan több mint 154-ben létezik az akkumulátor, és az az akkumulátor, ami most is használatban van, az olyan 40 wattóra energiát tudott 1 kg akkumulátorban tárolni. A wattóra az energia dimenzió, és ez a legfontosabb paraméter az akkumulátornak, hogy mennyi energiát tud besűríteni 1 kg akkumulátorba. Ez 40 volt ez a szám. 40 kg tudott ez a 150 évvel ezelőtt. A mostani gyártásban levő, tömeggyártásban levő litium akkumulátorok, amiket Magyarországon is gyártanak, mint mindenhol a világban, ami a legkorszerű technológiának számít, az 250-270 wattórát tud. Tehát körülbelül egy négyszeres, ötszörös ahhoz képest, mint 150 évvel ezelőtt volt. Én ezt nem nevezném forradalomnak, még jó indulattal sem. Mert azért ez egy nyilván egy technológiai fejlődés, de azért a forradalomtól messze van, nagyságrendileg azért ezek egy, nem különböznek egymástól. Különösen nem, ha összehasonlítjuk, hogy mit kellene kiváltani. Milyen energiaforrásokat, energiahordozókat kellene kiváltani az akkumulátorra, a fosszilis tüzelőanyagokat, aminek a energiasűrűsége, tehát mondjuk egy gázolaj energiasűrűsége 13.000 wattóra. Tehát pontosan 60-szor akkora, mint a legkorszerűbb lítium akkumulátoré. Na most emiatt ki van zárva egy csomó alkalmazásból, mert hát mondjuk amíg átrepülte az óceánt a repülő adott kerozin mennyiséggel, ha azt akkumulátorba akarnánk bele rakni, akkor föl se tudna szállni, hiszen a 60-szoros tömeget azt nem bírná el a repülőgép, de ugyanezt mondhatnám a hajóra, a terszállításra, tehát egy csomó alkalmazásban az akkumulátor technológia ki van zárva, a forradalom az így zajlik ebben a piros óvárisban, tehát a tervezett fejlesztések, a technológiai, a laboratóriumban létező fejlesztések is maximum 4-500 wattórára vannak. Tehát annyit fognak tudni, ami még mindig nagyon messze van attól, hogy a fosszilis energia hordozókat. Tehát ezt a
szakadékot akkumulátorral áthidalni sehol sem lehet, tehát az akkumulátor nem hozott igazi forradalmat, bizonyos szegmensekben megoldás, nyilván működő rendszerről van szó, de a forradalom meg az energetikának a teljes megoldását az akkumulátor technológia az életben nem fogja elhozni, ezek a korlátai. Na ilyenkor jön a következő megoldás, mint a bűvész kalapjából nyúl, hogy van másik, hát akkor a... Ja, még ezt meg el akartam mondani, hogy a világ jelenlegi teljes energiatároló kapacitása. Tehát ha az összes akkumulátor, ami létezik, feltöltjük, meg szivattyús tározó, meg vannak ilyen villamos energiatárolási megoldások néhány országban működőképesek, ezeket mind feltöltjük, csulik, és ezzel próbálunk úgymond túlélni, vagy megoldani, vagy hát működtetni a világot, akkor pontosan 17 percnyi működne a világ ezekről a tárolókról, tehát ez gyakorlatilag nulla. Ezzel nappal áthidalni, nappalról éjszakára eltenni a következő napig az áramot, ez teljesen reménytelen, de a nyáron a télre se lehet 17 percnyi kapacitással semmit csinálni, tehát ezt nyugodtan el lehet felejteni. Itt tart a világ jelen pillanatban globálisan. De akkor jön a következő csoda megoldás, a zöld hidrogén, ugye ez a kedvencem, ilyen szép címlapok, hogy hidrogén a jövő kőolaja, ilyen üzemanyag hajtja a jövő erőgépeit, itt is van forradalom, mindenhol van forradalom. Az hidrogén forradalom, az energiaellátás új formája, ez egy könyv, Corbin a tudástár, igaz, hogy 2006-ban jelent meg. Tehát 20 éve, hát a forradalom elmaradt, mert hát azóta se történt a hidrogénnel semmi, de egyébként hát ugye ez fogja megmenteni, ezek újabb cikkek egyébként, ezek 2022-es. Na mi a probléma a hidrogénnel? Az a probléma, hogy nem létezik. A Földön abban a formában, ami energiatermelés, azt mondja, hogy a hidrogént lehetne elégetni, és a hidrogénből lehetne energiát kinyerni, csak a hidrogén a Föld felszínén nem fordul elő önmagában, csak vegyületében. A vegyületet úgy hívják, hogy víz. Rengeteg van belőle, de ez vegyület, és ez nem, a hidrogén nem abban a formában van, ami energiatermelésre használható, először elő kell állítani. A víz bontással a hidrogént elő kell állítani, na most ennek van egy hatásoka, ez elektrolízissel történik, ilyet szerintem sokan csináltak általános iskolába, durranongát biztos fejlesztettek, hogy hidrogén fejlődik, csak az a baj, hogy hő is fejlődik mellette, és az energia része elvész, tehát ennek van egy hatásoka, ennek a hidrogén előállításnak, és csak onnantól indul a mutató, vagy a számláló, akkor lehet energiát kinyerni. A hidrogén tárolni is egyszerű, maradjunk annyiban, a hidrogén az egy bonyolult jószág, ugye nagyon szökös, meg robban, meg mindent, tehát azt nagyon össze kell nyomni, hűteni, meg mindenféle szerkezet kell hozzá, ez is energiába kerül. Tehát itt is van egy energetikai veszteség, és amikor vissza akarjuk nyerni az elektromos áramot, amit befektettünk a hidrogén előállításába, akkor az üzemanyag cellának meg van egy elméleti hatások, amivel a kémiai energiát villamos energiával lehet állítani, ez kb. 60%-a. És ezt így kell egymás után végrehajtani. Legyártani a hidrogént, tárolni és újra és visszanyerni belőle az energiát, ez egymás után kell, ezeket a számokat össze kell szorozni. Tehát egynél kisebb számokat össze kell szorozni, hát szorozzuk össze az egynél kisebb számokat, hát egynél még kisebbek lesznek. És ez azt jelenti, hogy a befektetett 100 egység villamos energia, mert mással nem lehet vizet bontani. Tehát napra kitesszük a vizes porra, nem lesz belőle hidrogén. Tehát ahhoz koncentrált energia kell, villamos áram, értékes energia, és amikor vissza akarjuk nyerni a tárolás végén, akkor 35-öt kapunk vissza. Így jön ki a matek. Tehát egy olyan energia tároló hidrogén, ahol az energia 70%-a elvész. Egy olyan bank, ami a pénznek a 30%-át adja vissza. Hát ez azért nem olyan a célos forradalom, de hát ez a zöld hidrogén, ez a jövő, ez a kőolaj, nem tudom micsoda, az altatni valóságban, hát a valóságban nem olyan szép a mennyasszony, de hát ugye a valóságban nem szeretünk foglalkozni. Mi ennek a következménye, ennek a veszteség kaszkádnak? Hát az, hogy jelenleg a világ 100 millió tonna ipari hidrogént használ, főleg a műtrágya gyártás és a vegyipar, olajipar használ föl hidrogén, elég nagy mennyiségben, 100 millió tonna nem kevés. Ez már elég régóta, a 20. század van minden évben, vagy egyre növekvő mennyiségben használják föl, és ezzel a módszerrel, ami egyébként létezik, vizet elbontani,
ezért mindössze 0,1%-uk él. Tehát 0,1%-a az ipari hidrogénnek, 100 millió tonna hidrogénnek az állítódik elő vízből, a többit földgázból állítják elő a mai napig. Párizsi klímaegyezmény óta is, meg a Rio-i, meg minden óta. Tehát még az ipari hidrogén előállítást, ami ugye minden évben ilyen jelentős mennyiségű, azt sem dekarbonizálták. Pedig megtehetnék, mert ez létező technológia, ez nem valami holtba vevő technológia, ez egy létező vegyipari folyamat, ezt meg lehet csinálni. Csak nem csinálják, az oka, az meg itt van. Az oka, hogy hát a vízhez jobban ragaszkodik az a nyomorult hidrogén, mint a szénhez, ezért földgázból harmadannyi energia előállítani, elszakítani a hidrogén, mint a víztől, és ezért hát, vagy háromszor, vagy inkább ötször annyi lenne a így előállított hidrogén, ezért ebben egyetlen cég nem vár sem vár bele, hogy nehogy csődbe menjen, és drágában kelljen a műtrágyát meg mindent adni, ezért inkább nem csinálja senki. Tehát dekarbonizáló papíron, de a valóságban még azt sem dekarbonizáljuk, amit elvileg meg lehetne csinálni, csak a lózungok szintjén. Tehát ez a sajnos ez a helyzet, hogy semmiféle dekarbonizáció a fő szektorokban, a nagy termelő szektorokban egyik nem is történik, ott sem ahol lehetne. Ez a konklúzió. És hát ezen sajnos nem tudjuk változtatni, tehát ugye a hidrogén mennyire szereti az oxigént, ez egy kémiai kötési energia, ezen semmiféle jogszabály, meg semmiféle többségi szavazás, meg semmi nem segít, ez így van. Tehát egyszerűen ezen változtatni nem tudunk, ez sokkal több energia lenne, ezért nem csinál senki. Na és akkor mi megyünk bele az illúzióknak a sűrűjébe, tehát eddig legalább működő technológiákról beszéltünk, ugye akkumulátor működik, az egy létező technológia, régi technológia, de létezik, a hidrogén létezik, lehetne csinálni, nem csináljuk. Na most már olyan területre tévedtünk, ami nem is létezik, de reménykedünk benne, hogy egyszer létezni fog. És hát ez a fúziós energia, ez, hogy karnyújtásnyira van, ez ugye szintén egy ilyen permanens forradalom. És hát mindig, minden héten találkozunk szenzációs hírekkel, hogy milyen világrekord, aktuális világrekord született a fúziós energia előállítása terén, hatalmas áttörés, hamarosan eljöhet a tiszta energia kora, meg megoldana az energia problémákat. Az a baj, hogy amikor én gyerek voltam, általános iskolás nekem ugyanezt mondták. Karnyújtásnyira van a fúziós energia, és már 40 év múlva semmire gondolunk, nem lesz itt már. Csak fúziós energiával lesz minden. Na most azóta eltelt 50 év, és most is azt mondják, hogy 40 év múlva majd megoldja az energia problémákat, mert még ezek a cikkek is ilyen 30-40 évre teszik az ipari léptékben használható fúziós erőműveket, amik ezekről a szenzációkról beszámolnak. Tehát ez nem a szamár elé lógatják a répát. Madza gond mindig előtte van és megy utána, tehát ez a fúziós energia pont ugyanott, ahol 50 évvel ezelőtt, karnyújtásnyira 40 évre van a megvalósítás. De hogyha nagyon mögé nézzük a dolgokat tudományos értelemben, akkor ennél sokkal messzebb van. Még ennél is messzebb van, nem mintha 40-50 év nagyon közel lenne. Ugyanis vannak olyan korlátai, természeti korlátai, amik nem lehet meghaladni. Hát kezdjük ott, hogy ugye a napban zajló folyamatot próbáljuk modellezni, hogy a hidrogén, hélium átalakulás energia termés, amit a nap 5 milliárd éve csinál. Csak hogy a napban olyan a gravitációs nyomás, hogy ez könnyen megtörténik, könnyen, 15 millió fokon szinte hidegen tud a hidrogénatom egyesülni és héliummá alakulni és energia felszabadulni, mert a napban olyan, napnak akkora tömeg és akkora gravitációs nyomás, a Földön ilyen gravitációs nyomás nem tud előállni, ezért itt a hőmérsékletet kell nagyon megemelni, hogy a folyamat valamennyire elinduljon, de még itt se sikerül a hidrogén fúzióra bírni, egyedül a tríciumot, ami a hidrogénnek egy nagyon ritka izotópja, tehát egy roppant ritka, ahol egyáltalán nincs sok. Az egész Földön, most egy adott pillanatban beszél, 25 kiló van belőle összesen. Tehát a trícium az egy roppant ritka izotóp, és csak ezt tud megszólalni a fúziós reaktorban, mert a földi körülmények között másra nincs fizikailag lehetőség. Erről nem nagyon szoktak sokat beszélni, meg ezek a cikkekben nem írnak. És ugye 2050-re tervezik az első hálózatra termelő, tehát ami már áramot fog úgymond szolgáltatni reaktort, ami hát a
150 kilót fogyasztana abból, amiből csak 25 van. Hát, hogy ez mennyire korlátlan, azt mindenki döntse el maga, de hát azért ez nagyon komoly akadály. És hát arról sem nagyon emlékeznek meg ezek a hírek, amikor azt mondják, hogy ilyen rekord született meg olyan, hogy 3-4 évente ezt a reaktort újjá kell építeni. Teljesen nulláról, mert a gyors neutronok azok tönkretesznek minden, meg ez a magas hőmű tönkretesz minden szerkezeti anyagot, tehát 3-4 év után mindig újra kell építeni. Tehát amikor egy ilyen rekord születik, hogy 5,2 másodpercig a plazma életben maradt, mondjuk, és működött, akkor utána 3-4 hónap mosoly szünet, mert újjá kell építeni az egész kisebb ülendezést, mert szétolvasztott minden, és utána 3-4 hónap után lehet újabb rekordra törni, 5,3 másodperc. Így működik a plazma. Ennek kellene a világ energia ellátását 20-30 évig folyamatosan, hiba nélkül és műszaki probléma nélkül biztosítania, ha ezt elképzeljük, mint jövőbeni energiatermelési módszer, ez sose fog megvalósulni. Tehát, és egyébként nagyon meglepő módon a Forbes magazin, ami hát egy ilyen pub, tehát magyarul, azt hiszem van Forbes magazin Magyarországon is, tehát magyar nyelven is, de ez az angolban volt, lehozott egy cikket, ahol ezekről beszámol. És egyébként a média ezt nagy így belkerül ezeket a témákat, amit a tudomány be lehet olvasni, tréción probléma meg ezeket. Erről nem írnak soha, mint korlát. Viszont ez a cikke szépen leírta, hogy hát itt azért kérdések vannak, és hát a kérdés tesz fel a címében is, hogy a nukleáris fúzió az energia áttörés vagy parasztvakítás. És hát meg is válaszolja, mert hát nyilván ezeket a problémákat kiteszi az asztalra, hát nyilván ebből mindenkinek vonhatja a következtetés, hogy ebből mikor mi lehet, hogy mikor lesz ebből valami, hát soha napján. Tehát ugye ez az életben nem lesz semmi, ennek ellenére ugye szeretjük az illúziót életben tartani. Na és akkor még megyünk az extrémebb példák felé, űrbányászat. Ugye ez arra a kérdésre ad választ, vagy arra a problémára, amiről én most nem beszéltem, hogy ezekhez a technológiákhoz, amire mi most dekarbonizálni akarunk, anyagok szükségeltetnek, méghozzá elég ritka kémiai anyagok, amelyeknek a készlete ugyanolyan végesek, mint a fosszilis energiahordozóké. Na erre jön az a alternatív valóság terébe az a megfejtés, hogy majd kiugrunk az űrbe, és onnan hozunk bányászati léptékben anyagokat. Hát eddig mondjuk körülbelül pár kiló holdkőzetet sikerült összesen, amióta az emberiség kijutott a világűrbe, de majd mi több száz millió tonnát hozunk ezekből. És hát ilyen tudományos rovatok állítólag, Quibit meg ilyenek, ilyen szarab címekkel jelenik meg, hogy 700 trillió dollárnyi nemességet rejt a kisbolygó, belönti a világgazdaságot. Meg ugye a Hold az most újra reneszánszát éli, és mindenki a Holdra akar újból eljutni. Van egy ilyen nosztalgia, ugye a Hold lesz a megoldás az energiaválságra, én nem tudom, hogy hogyan, de ez az Origóból van, azt hiszem, hogy az Index, 10 év múlva a bányászatunk az űrben. Most ha megnézi valaki a dátumát ennek a cikknek, 2015-ös. Hát akkor igen, össze kell kapnunk magunkat, mert az a 2015-höz képest a 10 év az jövőre eljön, tehát itt már akkor a fiúk az űrben dolgoznak. Mert itt már akkor csíréket már ki kellett volna húzni, hogy ezzel induljon, de egyelőre még ennek az nyomát nem már. Mi a valóság? Hát az űrbányászatról ugye vannak nagy elképzelések, hozzuk az anyagot számolatlanul. A valóság az, hogy ugye a holdra szállás az most ugye megint ilyen űrverseny lett itt a nagyhatalmak között. Az elmúlt fél évben hat ilyen leszálló egység indult el a holdra, 5 országból, nemzetközi mindenféle együttműködésbe, Elon Musk, SpaceX, meg mindenki felked az űrbe, és annyi feladat lett volna, hogy a holdra le kell szállni. Ember nélkül, csak úgy ezek az eszközökkel leszállni a holdra. Ez az első lépés az űrbányászathoz. Tehát akarunk bányászni bárhonnan, akkor ezt oda kell menni. Igaz? Tehát ilyen távbányászat nincs, tehát oda kell menni, és akkor utána majd nekiállunk ott bányászni. Csákány, lapát, minden. De addig, amíg nem megyünk oda, addig bányászatról nem beszélünk. Na nézzük meg, hogy állunk ezzel a küldetéssel a valóságban, ugye? Hát a 6 űrszondából 4 az beleállt a betonba, vagy a holdba, vagy a földbe, vagy felborult, vagy az oldalára dőlt, vagy a feje tetejére állt. Tehát 6-ból 2 tudott a talpára leszállni. Tehát ez még a 70-es évekbeli Apollo programnál is gyengébb produkció,
És hát akkor így hogy beszélünk űrbányászatról, hogyha a Holdra nem tudunk a talpunkra leszállni? Hát sehogy. Hát ugye itt, itt vannak a hírek az amerikai misszióról, meg a japán, meg a mit tudom én, meg a képek, hogy hát ezek nem működnek. Tehát ez egy totális illúzió, egyébként is illúzió energetikailag, ebben nem menjünk bele, tehát teljesen felesleges. Ebben a léptékben, több százezer millió tonna léptékben űrbe gondolkodni a gravitációs térnek az energia átlépésének az energia igényéről ne beszéljük. Tehát az gigantikus energia lépték. Ebben teljesen minden csillagász, mindenki egyetért teljesen felesleges ebben az irányba gondolkodni. De hát sajnos az alapvető valóság világában, ugye hát ez nem lesz egy tudomást, hanem itt röpködnek ezek a idézőjelben megoldás. Ezzel a hírrel kapcsolatban ez egy nagyon érdekes tanulság, egyébként az, hogy hogy működik a világ. Ugye ez volt az utolsó küldetés, idén februárban, azt hiszem, februárban. Ez egy amerikai magánvállalatnak a leszálló egysége volt, Odysseus nevet viselte, és hát ugye ez lett volna a feladata, hogy akkor ott méréseket végezzen a Holdon. Megtörtént a landolás, megjelent az utolsó. A világ összes médiájában, magyarul is megjelent, új történelmi korszak kezdődött, leszállt az Odysseus szonda, és hogy egy magánvállalat, még minden. Másnap egy rövid hír, nem már csak egy-két portálon, hogy felborult a szonda, és kiúrt. És az a vicc, hogy ez leszálláskor borult fel, csak nem mondták meg. Először lehozták a cikkeket az arcai valóságot, sikeres landolás, a részvények fölmentek az egekbe, mert ez egy magánvállalat volt, tőzsdék volt. Részvények fölmentek az egekbe, hogy hát akkor itt mindenki vette a részvényt, mint a cukrot, mert hát sikeres volt. A tulajdonosok eladták a részvényeket, másnap bejelentették, hogy a rövid hírt, hogy felborult, azt már csak néhány portál hozta le, hogy felborult, egy-két szant portál. És a részvények addig le voltak adva, és gigantikusak végre keresték magukat. És ez egyszerre történt. Tehát ez nem úgy borult fel, hogy leszállt, és utána gondolkodott, és felborult, hanem ez a leszállásból borult fel. Csak két részletben mondták meg, hogy ezt a pénzt ki tudják szedni a tőzsdéből, és hogy... Tehát így működik a világ, ugye alternatív valóság, kommunikáció, kontra valóság. És ugye itt látszik a manipuláció is, hogy hát ez azért. Tehát, hogy ez egy nagyon trükkös megoldás volt, önállók volt az információ, ugye többiek nem láttak bele. Tényleg megjelenik, tudományos szaklapokban is megjelent a hír, Nature folyóiratban, hogy sikeres leszállás, új korszak, minden. Másnap meg a rövid hír, hogy hát ez nem sikerült. És a kettő között meg milliárdos bizniszt csináltak a tőzsdén a tulajdonosok. Úgyhogy ennyit a világnak a működéséről. És akkor ugye ezt meg muszájból beletenni így a végére, mert ez ugye egyrészt nagyon friss, ugye ez most egy két héttel ezelőtti, és hát itt ugye ez a kétségbeesés meg a hülyeségnek a kombinációjának nevezném. Ingyen a címet érdemes elolvasni, ez egyébként a portfólió, az is egy ilyen mértékadó portál, tehát azért nem a riposzt vagy nem tudom micsoda. Ingyen termel rengeteg energiát egy pár ezer forintos kacat ihlett energetikai áron. Na most ez a pár ezer forintos kacat, ez nem tudom ismerősen megvan-e mindenkinek, ez a bólogató kacsa. Ez úgy működik, hogy vizet kell beletenni, és a víz elpárolog, bemegy a fejébe, lecsapódik, és nehéz lesz a feje, és így átvinnek. És ez ilyen 3000 forintért lehet rendelni a kínai gagyi áruházból, tehát ez egy ilyen asztali víz, vagy micsoda, de hát ez működik tényleg. Tehát tényleg a víz lepárolok, lecsapódik, ez lehet érteni. És hát ugye ez volt a cikk, hogy ez ihlette, és ezt nagyban megcsinálják, és áramot termel, és akkor rengeteg energia ingyen. És ezt le volt írva ebbe az eredeti cikkbe, 100 ml vízből 50 óra alatt 0,65 joule energiát tud egy ilyen berendezést termelni. Most szerintem sokan régen tanultak fizikát, de azért a 0,65 joule az megvan, hogy ez azért nem egy gigantikus energiamennyiség, igaz? Én lefordítottam érthető nyelvre, egy pohár teá 50 óra alatt egy 20 tonnás teafőző tudna ezen az elven megfőzni. 20 tonnás, jó? És egy pohár tea lenne
50 óra alatt a termés, ennyi. Ez a rengeteg energia ingyen. Tehát, és ilyen szintű dolgokkal van tele a média. Kérdezem én, ha olyan jól működik az zöldátállás, meg a sok forradalmi újítás, akkor minek ilyen nagy dolgokon egyáltalán agyalni? Hát akkor azokat kell megcsinálni, zöldátállni, és akkor a világ meg van mentve, akkor minek gondolkozunk, meg minek fektetünk energiát ilyen hagymázas fantazmagóriákban, mint amit itt bemutatnak. De ilyennel tele a padlás egyébként. Csak sajnos ugye ez a mainstream médiában megjelenik, ezt valaki elolvassa. Ó, hát a brit tudósok biztos kitalálják, hogy mi a megoldás. Hát ilyen megoldásokat találnak ki, ennek semmi értelme nincs. Na és akkor nézzük meg, hogy ez végül is miért történik, és egy picit ez, amit mondtam az űrszondával kapcsolatban, az már ezt előre vetíti, hogy ez egy gigantikus üzlet. És a gigantikus üzlet, ez a dekarbonizáció, ez olyan extra GDP növekedést produkál, hogy itt mindenki lecserél mindent, és veszi a őszivattyút, meg a nem tudom micsodát, meg az elektromos autót, mint a cukrot, hogy ez, aki ezekre fektet, az akkorát kaszál, hogy nem tud már belőle több szigetet venni, mert már nincs több sziget. Tehát ez a turbokapit, ez gigantikus üzlet, tehát hogy ilyen a történelem kezdete óta, hogy ez ilyen ütemben, ilyen léptékben csinálva valaki nem volt. És hát ez egyértelmű, az a baj, hogy ez ugye mindenkinek ez az érdeke, a gazdasági szereplőknek egyértelmű, hogy akkor itt jó nagy biznisz legyen, lásd ez a űrszonda történet, hogy jó nagyot lehessen kaszálni, és hát a politika is erre felül, hát a GDP növekedés az a politikának is varázs. Szóval ahol a GDP növekszik, ott mindenki boldog, és újra választják, és akkor gyűbörög a gazdaság. Az, hogy ez új problémákat generál, hogy egyfajta új gyarmatosítás zajlik, ugye itt a globális észak, meg globális délő szokás beszélni, ugye a kelet-nyugat az már old school, a Szovjetunió, meg hidegháború, ez már a múlté, most ugye új töréspontok vannak, persze az is újra jön. És hát ugye arról, hogy mondjuk a nyersanyagok azok nem nálunk vannak, hanem odáll. A globális délen erről ugyan nagyon sokszor nem esik, és ezek a nyersanyagok kellenek a mi nagy zöld átállásunkhoz. Ez például egy kobalt bányának, ez a kobalt bányászatnak a 21. századi ipar 4.0-as technológiája Kongóban. Tehát így bányászták az elektromos autók akkumulátoraiból a kobaltot. Amiből mi fél kiló kell egy elektromos autó akkumulátorából, azt gyerekek kaparják kézzel a föld alól, vagy hát ott ezekben a bányákban, nyitott bányákban, ez a kobalt bányászat így zajlik. Csak ezt mi nem látjuk. És ezért nem zavar minket, mi zöldülünk meg, zöld általunk, mi nem csinálunk. Ez pedig belső Ázsia, belső Mongóliában, Kínában egy zajtározó, és mint a vörös iszap. Ez a ritka földfém feldolgozásnak a mellékterméke, amiből gigantikus mennyiséget kell elhelyezni valahol, tehát ilyen zajtározókba. Ami nem látszik az ábrán, az, hogy ez radioaktív. Ugyanis a ritka földfémek a periódusos rendszerben a radioaktív elemekkel együtt fordulnak elő, és a feldolgozások melléktermékében rengeteg a radioaktív elem, és ez 10 000 évig itt a fű se fog nőni, meg a madár se járni, mert ez teljesen élhetetlen környezetet teremt, de ez elfér ott Mongóliába, belső Mongóliába, ott a kínaiak amúgy is nem nagyon tiltakoznak, tehát ott elfér. Tehát hogy ez teljesen rend, és ez is a mellékterméke a ritka földfémnek a feldolgozásnak, amit ugye mi használunk. Ilyen sose lesz Európában, tehát amikor az volt Svédországon, hogy ritka földfény belőle találtak, és majd fognak bányászni, akkor hát akkor ezt hova tesszük? Kinek a hátsó kertjében legyen ez a radioaktív zaj meg hulladék, ami gigantikus mennyiségben képződik, nyilván ez egyből soha nem lesz Európában semmi. Nekünk ez nagyon kényelmes, hogy ez jó messze van. Idehozzuk olcsón, és mi majd zöldülünk meg, dekarbonizálunk meg, mindent csinálunk, a többiek meg kezdjenek azzal hulladékkal, ami ezzel jár valami. Úgyhogy azért ez egy, és globálisan ez egy értelmezhetetlen dolog, mert hát ezek ipari folyamatok során egy csomó széndioxid, meg egy csomó energia elmegy, és annak a széndioxidnak ugyan mindegy, hol kerül ki, a kipufogó csöröljön innen, vagy a dél-amerikai kontinensen egy bányából, az ugyanúgy a légkörben van, és ugyanúgy kifejtő lakás. Csak legvégül ugye a ezt mindig elmondom, Székely János püspök úr, aki a Szombathelyi megyés püspök, ő a fenntarthatósággal kapcsolatban teremtésvédelemnek hívja az egyház, de ez ugyanazt jelenti. És ő ott tartott egy előadást, illetve hát egy interjút is adott, és abban mondta, hogy a valóság az nem elmesél.
Az, hogy a valóság az ez, azt nem kellene a lelkünkre venni. Hát ez a valóság, a valóságban kell élnünk, ott kell a problémáinkat megoldanunk, tehát ne féljünk a valóság. Ez a valóság, ezzel kezdünk valamit, és egy olyan megoldást keresünk, ami a valóságban is működik. És hát ugye ez egy előadásából egy szó szerint idézett, hogy az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, üdvös kihozanodás a kissé nagyképű modern ember számára. Hát ezzel azért egy, tehát azért ez a kihozanodás már talán több lesz, hogyha ebből lesz valami, mert azért ez elég komoly kihozanodás lesz. És hát azt mondja a püspök, hogy ennek a világnak vannak kőkemény objektív törvények is. Még egyszer mondom, a püspök mondja. Nem a politikus mondja, hogy vannak törvény a világnak, méghozzá kőkemény objektív törvények, hanem a püspök mondja, tehát mintha fordítva ülnék a lovon. Én ezt inverse felvilágosodásnak nevezem. Hogy az egyház mond olyan dolgokat, aminek van köze a valósághoz, és hívja fel a figyelmet, hogy a valóságra tessék fordítani a figyelmet. Politika meg ez az illúziós, van meleg akármiben, meg hát az emberek többsége is ott fűli. És hát ugye azt mondja, hogy ha nem tartjuk ezeket tiszteletben, akkor lassan önmagunkat pusztítjuk el. Ha most itt vitatkoznék a püspök úrral, nem lassan. Szerintem nem lassan, tehát amilyen irányba mennek a dolgok, ez igen hamar be fog következni, tehát itt a lassúságról nincs szó. Tehát egyszerűen nincs itt normális gondolkodás, megoldás, és rossz irányba megyünk ezzel az elképzeléssel, és egyszerűen a valóságról nem veszünk tudomást. És sajnos ezt a globális politikára is értem, mert az Európai Unióban meg a pláne élni áll. És hát most kezd ugye a valóság kopogtatni, hogy hát azért például az európai energiapolitikában most elég sok fokoktatás történt. És azért ezek a nagy forradalmi dolgok, például Németországban azért eléggé más irányt vettek, meg hát más országokban is. Tehát úgy kezd egy picit ez a világ magához térni, csak kérdés, hogy ezt mikor fogjuk kimondani, és mikor fogunk valós megoldásokban gondolkodni. Hát jó lenne felébredni, hát ez a célja, hogy ennek az előadásnak is, meg ugye egyáltalán, amiket én. Tehát, hogy fejlődj a figyelmet, hogy tessék a valósággal gondolkodni, tessék az a szembenézni, és tessék olyan megoldásokban gondolkodni, amelyeknek tényleg van értelme, és amelyek működnek, nem pedig illúziókat kell érni. A jelen pillanatban ipari lépcsőben globálisan ez folyik. Tehát magunkat kávítjuk ezekkel a dumák, amiközben nem történik egyébként semmi, és egyébként sem lehet ezeket így megcsinálni, és teljesen szemben mennek a valósággal, csak a végén a valóság lesz a győztes. Tehát ez teljesen felesleges ezt a játszmát tűzni, mert a valóság orba fog bennünket vágni. Ezt nem feltétlenül kéne megválni. Köszönöm szépen a figyelmet!